Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a következő videómban, amiben folytatjuk a Far Cry egy végigjátszását. Immáron ez nem is tudom a 5. vagy 6. rész, és ha minden igaz, akkor abba a küldetésbe fogunk bele, aminek az a neve, hogy a bunker, úgyhogy betöltjük az utolsó mentést, és ha jól emlékszem, az előző résznek a végén nem túlzottan örültem annak, hogy ez a pálya következik, mert erre úgy nagyjából emlékszem, hogy rohadtul nehéz lesz. Na jól van, akkor menjünk le a lifttel, és takarítsuk ki itt az egész területet. Egy meghalt. Elég sokat kell beléjük lőni. Nem azért a két fillérért. Jönnek még, hallom. Gyere. Das Reflex! Az ott ember, vagy az holttest? Hát itt van egy shotgun. Jó, nekem ez a pisztoly nem kell. Sok hasznát úgyse fogom venni. Akkor ezt újra tárazzuk, és én amondó vagyok, hogy jöjjünk el erre felfelé. Mert fentről több mindenre lesz rálátásunk. Aha, erről beszéltem. Egy ember kilőve. Még egy. Na várjál. Ez sunyi, ez megkerül. Ó, hogy kifogytál. Milyen zsivány volt, jött volna utána megkerülni. A rohadt mesterséges intelligencia. Hú! Mi a fene vagy te? Azt mondja, mit látsz? Azt mondja, fogalmam sincs. Húha, granát. Az meghalt. Húha, te megjössz fel. Micsoda? Ez mi volt? Már rég lent voltál, amikor beadta a sérülést. Nem már. Csalajáték, komolyan mondom. Na és most, ha minden igaz, akkor balra szörnyek vannak. Jaj, rohanj fel! Na most kérdés, hogy a gránát megölte a másikat? Nem. Jó, hogy át lehet lőni a rácson. Ez tetszik. Ott lent is tuti, hogy van ember. Ezzel meg vagyunk. Vajon van-e még lent? Van, mert hallom, hogy lépkednek. Anyádat. Jó. Kéne nekem, ez mi ez, az semmi. Ha eljövök erre, itt mi van? Róha. És ha ide bejövök, itt ez mi ez? Itt csak átkúszni tudunk? Ó, bakker. Ja, ugyanoda jöttünk vissza. Félek. Kéne élet. Itt az asztalon, ha jól emlékszem, van. Igen, volt. Na jó. Hát akkor jöjjön, amit nem szeretnék. Menjünk le. Sokszor nem tudom eldönteni, hogy a saját lépteimet hallom, vagy katonákét. Jó, oké, eddig jók vagyunk. Valahol van ember. Nem, nem jó ajtó. Ez se jó ajtó, mert itt meg emberek vártak. A francba.
Ez honnan lőtt meg? Még jó, hogy itt volt mentés. Honnan is lőttél meg, haver? Mert... itt jobbra le van szakadva az út. Aha. A rohadt! Ott van egy minigános. Ott van egy minigános köcsög. Na jól van. Várj, a lámpát lehet, hogy ki kéne kapcsolni, akkor hát, ha nehezebben vesznek észre. Mert amilyen szemét a játék, nem jelent semmit. Hányszor lőjelek fejbe? Miért is olyan kevés életem? Na. Hogy is volt az előbb az a minigun, hülye gyerek? Viszont erre nem tudunk elmenni, akkor eljövünk erre. Az meg ennyi élettel. Hát de jó, hogy ennyi szörnyet dobál. Na most ott az a kapcsoló, az önszopató. Mert ha azt a kart meghúzod, a ketrecek kinyílnak. És még mielőtt valaki kiengedné rám a állatkákat, én úgy döntöttem, hogy inkább megölöm őket. Hú, bakker. Kéne élet. Páncél, az is jó. És ott van élet is. Jó. Ó, ennél jobb már nem is lehetne. Most adj egy mentés, légy szíves. Hú! Ez az. Haj, már meg. Ez az. És most? Várja, ott. Láttam nyílni az ajtót. Olyan szinten hátba fognak lőni. De hallod, ne engem lőjél már! Azok az állatok sokkal veszélyesebbek. Most indul csak be igazán a játék. Erre már tényleg van benne kihívás. Amikor mindenki is az ellenségünk. Az a baj, hogy pont kifogytunk. Félek, hogy még van egy valahol. Tudod, hogy nem öltem meg mindenkit. Viszont fegyvert kéne cserélni, mert ebben mindjárt kifogy. Oké. Legalább lőszert adott a játék valamennyit. Életet, gránátot, páncélt, mindent. Az a baj. Igen, most volt mentés. Hála az égnek. Ó, erre a részre pont emlékszem. A franc. Ez
közel volt. Ha, hány megy? Mennyi? Na most ehhez is van valami kapcsoló valahol, hogy ki lehet őket engedni. Ki akartam engedni őket a katonákra, csak nem találtam a gombot. Úgyhogy még mielőtt valaki viccesnek találná őket kiengedni és rámuszítani őket. Én arra gondoltam, hogy elintézem őket. Na szóval, vissza fel az emeletre. Oké, ez a fegyverhez legalább kapunk lőszerbővet. Ja, itt a kapcsoló. Ezt kellett volna megnyomni, és akkor kijöttek volna. Aha, tovább kellett volna jönnöm egy picit. Csak fostam, hogy hátba fognak lőni. Na jó. Akkor most is izgi rész jön. Ó, de jó, hogy még átment a gránát. Aha, aha, nem bírok megmozdulni. Na jó van, ehhez mit szóltok? Figyeljetek csak. Azt nem mondta, hogy lerendezték az összes szörnyet. Pedig lerendezték mindet. Hát ez mehetett volna jobban is. Én a szörnyeknek drukkoltam. Hallod? Egy tárat belengedtem és még életben van. Leugrott egy szörny. Ott van. Jó, meghalt. Remélem többen már nem ugrálnak le. Ajajajajaj, nincsen benne olyan sok. Na jól van. Akkor maradunk még ennél a fegyvernél, pedig ez nem olyan erős. De nincs más választásunk, az a baj. Ezt lehet, hogy be kellett volna játszani picit korábban. Ó, és ki a szabad ég alá? Ó, nem akarom. Siessek, mert nincs időnk. Anyádat, jó? Én itt az életemmel játszok, meg rohangálok. A cinematikot kapunk. Ennyi lett volna ez a küldetés. Én hosszabbra emlékeztem. Futi van, Jackie! Ilyen action movie. Még jó, hogy Valerie megmentett minket. A női szeretet. Pofán rúg. Na. Ó, basszus. Szia. Azaz. Valerie Constantine, CIA. I'm here on assignment. A CIA-nek dolgozik. Jó. None of the other beach bombs had special forces training. You had me checked out?
company policy. Then you know I'm a bit out of practice. Még éjszakára ki is úsztak a partra. CIA has an undercover operative on this island. We lost contact almost 10 weeks ago. Doyle? Mission accomplished. Doyle, it's Val. Where are you? We'll catch up later. You've got to keep moving. Go inland a few hundred yards and you'll find cages holding untrained drivers. 10 héttel ezelőtt elveszítették a kapcsolatot. Nos, Doyle az ismeri Valerit is. Ó, emlékeztek, hogy mit mondtam negyed órával ezelőtt, hogy a bunker lesz nehéz pálya? Nem a bunker a nehéz. Ez, ebbe a létesítménybe bejutni. Jól van. Na, a szopó állartot akkor vegyük fel. Ez lesz az igazi szopás. Sötét van, és tele lesz szörnyel a pálya. Mert ott is van egy. Ja, meg ott is van egy. Történt? Hú! Gyerekek, ezt jegyezzétek meg. Far Cry 1-ben sniperre... Mi? Nem? Ja, meg közben a partról is lőnek. Hát arról nem volt szó. Tehát azt akartam mondani, hogy jegyezzétek meg. Far Cry 1-ben sniperre célkereszt nélkül kinyírtam egy szörnyet. De arról nem volt szó, hogy jönnek a partról. A rohadt életbe. Jó, lámpa elő. És akkor még valahol van egy harmadik. Ott van. Bocsánat. Na, jól van. Akkor elvileg erre. I know the commander there has some special night vision goggles you'll need in order to navigate through the regulator. Aha, szóval van előttem egy tábor, és szereznem kell onnan egy éjjellátó szemcsit. Jó, mi se egyszerűbb, biztos a tábor nem védi senki. Csak 600 ezer katona. Mondjuk ahhoz képest, hogy tiszta növény minden. Eléggé bátran rohangálok. Próbálok fülelni, hogy honnan jöhetnek. De egyszerűen nem látok mozgást. Mondjuk ki ekkora susnyásba... Aha, ott van. De itt van valahol mellettem. Elég közel. Mi a fasz? Hol rohansz, haver? Gyere vissza! Ott villog valami. Jó, én egy pár percet még maradnék. Hoppá, ez viszont már tudja, hogy itt vagyok. De... Honnan tudta? Kell az a rohadt éjjellátó, mert...
szart se látni. Főleg úgy, hogy eleve sötét van. És arról nem beszélve, hogy a kamera miatt az arcomat kivakítja a lámpa. Persze. Meghalunk. Most szólok, hogy meghalunk. Meg fogunk halni ennyi élettel. Az is meghalt. Hát ennyi élettel, hogyha megcsinálom. Isten császár vagyok. Komolyan mondom. Aha! Aha! Remélem látjátok, hogy mennyi életem van. Csak szólok, hogyha valaki leköpne is meghalnék. Jó, itt vagyunk egyébként a tábornak a bejáratánál. Ott fent tudom, hogy van valaki. Ott tudom, hogy van fent valaki. Itt van az egyik házban a éjjellátó szemüveg. Abban. Hát megpróbálunk szépen odaosanni és reménykedni benne, hogy a szemüveg mellett lesz élet is. Ez a lag, ez remélem mentés volt, mert nálam nem mindig írja ki. Olyan gyorsan elveszi a feliratot. Jó. Ott van mellény. Lehet, hogy csak simán be kellett volna slisszannom a házba. Most megpróbálok valamit. Nem, nincs az az Isten, tehát biztos, hogy nem. Ha lenne, új, és kaptunk vissza életet. Oké. Már jobbak az esélyeink. Ne vegyen észre senki. Ott fent, az ott, ott a domboldalon aggaszt. Na most, újra itt vagyunk, picivel több HP-val. Ezt kellett volna az előbb is csinálni. I have my gun pointed at the door, and I kept saying, this is it, me versus the Trigens. And it was a freaking pig. De hol az éjjelátó? Ebben a házban kéne, hogy legyen. Jó, ott van bent. Ajtó mögött. Me plus this gun equals one dead pig. Are you okay? Jó. You just have to keep following the road. Ez az. I put a marker on your GPS so you can't miss it. But watch your back. The patrols are heavy around there because of the Trigen outbreak. És Misha Night Vision.
Jaj, ne dobd el a fegyvert, hülye. Mi a Night Vision? Azt elfelejtette a játék kiírni. Vagy megint elkerülte a figyelmemet. T. Hát de hányszor megnyomtam a T-t? Na, most egy picit így fogunk játszani. Egy tiszta lövés fejbe. Ott megalszik a csávó. Aha. Ó! Ezeket meg felkeltettük. Oké. Óvatosan. Az a baj, hogy ez mindjárt lemerül. Na mindegy. Jók vagyunk. Csak valaki van itt. Hallom, ahogy lépked. És itt van egész közel. Gyere csak! Itt van jobbra. Who's over there? Freeze! Rohadt jó reflexeik vannak. Ott van egy. Bekerülünk a háta mögé. Itt van az autónál. Óvatosan. Gyerünk. Ott a lába. De ott a társa. Jó, meghalt. Jó, a Night Vision elfogyott. Várunk egy picit, hagyd töltsön vissza. Jó ez a hangtompítós fegyver. Mi? Az a baj, hogy valaki meghallotta, vagy meglátta, hogy itt vagyunk. És én meg... Hát nekem meg fogalmam sincs, hogy honnan. Be kéne bújni egy bokorba. Hát rohadjak meg, én senkit nem látok. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Néha megmozdulok, valaki észrevesz. Na. Van előttem. Jó, oké, menjünk tovább egyenesen, bokorról bokorra. Egy bokor, még egy bokor. Ez az, jó lesz ez. Ott egy valami. Az most ember volt, vagy szörny? Ó, itt nagyon nagy erőkkel tüzelnek. Itt szörny volt. Kinyírták a hajóból. Mi? A kurva anyádat. Ott. Ez mi?
Ez honnan? Jó, átmegyünk a túloldalra. A taktikát váltunk. Hát ez kezd nehéz lenni. Ah, ott a szörny. És akkor balra lesz a... Várjam, ez amit ha engem lőne. Jó, a szörny az ki van iktatva. Igen. Na várjál, van a rohadt életben, de már lőnek valahonnan. Jó, hát hangosnak hangos, ott is van egy. Meg. Kurva sniperre nem lehet futni. Istenem. Nem lesz ez. Ez így nagyon nem lesz jó. Tehát itt. Itt túljutni. Ott van. Jaszkő. Szerintem meghalt. Na várjál, dobunk egy követ. Itt van előttem. Egyszer. A hajón van. Még ott van a hajón egy. Csak nem látok rá. Pont a fa mögött van. Aha. Meg anyádat, jó? Azt hittem meghalt. Ez közben a francot elmenekült. Na várjál. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy elfogytak. Az a gránát az ide nagyon jó volt. De elvileg nem is erre kell jönni. Vagy erre kell, csak itt kerülni kell egy ilyen nagyot. Anyád, jönnek. Hát remélem, hogy ebben a fűben itt nem vesznek észre. Vagy rosszul láttam? Én full úgy láttam, hogy szia! Nem hiszem el. És tényleg jött. A rohadt sniper anyádat. Na, most kéne valahogy elslisszani úgy, hogy se a hajó, meg se senki más ne vegyen észre. De valahol ott van.
hát így óvatosan. És bízzuk benne, hogy nem lőnek át a tárgyakon. Jó. Oké, visszajutottunk oda, ahol az előbb meghaltunk. És ott a csávó. Látom az antennát a fején. Úgy a hátán. Na. Újra itt vagyunk. Teljes testpáncél. Tökéletes. Na jól van. Most jön az a rész, amit utálni fogok. De mint a szart. Mondjuk az egész pályát gyűlölöm. Valaki észrevett. Ja, ott. Hát akármennyire is hangos, nem érdekel. Nem érdekel, most már ne... És bízunk benne, hogy kidugja a fejét. Mert ott van a fa mögött. És... Mi a faszom? Rakétáról nem volt szó, haver. Most komolyan! Nem már! Most ez... Ekkora szemet ette! Remélem meghaltál. De hogy halt meg? Most halt meg. Mi? Mi történt? Na jól van. Ja, igen, mert ott is van sniper. Természetesen elsőre eltaláltam. Mondom, az meghalt. A rakétás rohadt anyádat honnan tudod, hogy itt vagyok a fa mögött? És az nem a rakétás. A rakétás az ott van. Jó, hát úgy néz ki, hogy elfogytak. Úgyhogy ússzunk át a túloldalra. És ez még a pályának a könnyű része. Mert a neheze az még csak majd most fog jönni, amikor be kell menni. Egy létesítménybe. Hát az csodálatos lesz, már most elmondom. Csak én előtte itt szétnéznék, hogy itt volt mentés szerintem. Nem láttam, hogy kiírta, de szerintem itt volt mentés. Na jó.
Akkor Utsunaki. Várjál. Mert most erre kell jönnöm egyáltalán, vagy nem erre? Hát, én biztos, hogy nem fogok ennyit sétálni. Ők is autóval jöttek. Hát, ha visszavárják őket. Na jól van. Hát ez a nehézségi szint, ez valami förtelem. Aha. Aha. Jól van. Ez tetszik nekem. Ja nem. Hagyd békén a seggem. Egy rossz szót ne szólj a seggemre. Aha, ott van egy a fa mögött. Majdnem teljes HP. Viszont pajzsunk nincs. Jó. Hát nem, ezzel megsoroztak, ezt jó voltam nagyon. Ez az élet, páncél, élet. Minden kell. Én már látom a radaron, sajnos szerintem ti nem fogjátok látni, mert a facecam most egész véletlenül úgy hagytam a beállításokban, hogy ott van bal oldalt, lent. Na mindegy. De itt vagyok már a létesítmény közelében. És itt volt is mentés. Na most jön az a rész, hogy fel kell mérni a terepet. Tehát egy jó pár ember lesz. Az a lényeg, hogy ott valahol van egy dokumentum, ott azon a részen, és azon az ajtón kell majd bemennünk. Tehát ez a feladat. És nem tudom, hogy megszámoltátok-e, hogy mennyi ember van itt, de én szerintem ez kurva sok. Hát, na jó, erről nem akarok beszélni. Most nem tudom, hogy merről lenne célszerű megközelíteni, merről lenne jó célszerű megközelíteni. Egy biztos, a fejbe belehal. Illetve az is biztos, hogy van egy sejtésem, hogy ott fent van valaki. Mert én mondjuk, hogyha én lennék itt a helyi góri, tudja, hogy küldenék fel oda embert, hogy figyelj már, egy sniperrel menjél oda fel. Francban nem mertem megkockáztatni, mert ha észrevesz, akkor végem van. Aha, jó, bokor. Ez bokor taktik lesz. Ott van. Az a baj, hogy az egyik az tudja, hogy itt vagyok. Kérdés, hogy hol van? Aha, ott. Mi? Mi? Hol? Ja, ott. Jó, oké. Na, szóval. Ez jó nehéz. Miért nem lehet bejátszani azt a játékban, hogyha megölsz egy katonát, akkor így Hitman stílusban ellopod a ruháját, átöltözöl és elvegyülsz köztük. Azt úgy díjaznám. Lehet, nem lenne ennyire szopatós a játék.
Szóval itt az előbb sétált egy fazon. Az most hol van? Mindegy. Minél nagyobb ívben. Most ez... Hát a kurva anyárat akkor. Olyan messziről nem tudom, hogy hogy vesz észre. Én se látom. Öcsém, hogy a tére kellett rárakni a éjjel, igen, a hő szemüveget, az éjjellátót. Mert a tére rakják rá, rendszeresen rányomok a böhöm ujjaimmal az újratöltésre is. Na jól van. Ez is megvan. A csávókám, akit az előbb kerestem, ott sétálgat. Meghalt. Az is meghalt. Jó. Eddig kurva jók vagyunk. Csak azt sajnálom, hogy ez a rohadt szemüveg, ez... Mondtam, hogy raknék oda fel. És van is fent. Annyira éreztem. És sanszos, hogy ő le fog jönni. Úgyhogy megmaradunk itt az egyik bokorban. Tényleg most bokorról bokorra fogunk menni megint. Eddig nagyon jók vagyunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon jók vagyunk. Nem most kéne elrontani. Csak az a baj, hogy attól hülye gőztől nem mindig látni, hogy hol van az ember. És az a helyzet, hogy ott van fent a helikopter is. A francba. És hogyha ez eljönne idáig, valameddig. Mondjuk bokorban vagyok. Elvileg nem kéne, hogy észrevegyem. Megpróbál. De tudja, hogy itt vagyok. Aha. Anyát hagyjuk. Anyát, hogy van? Faszom! Jó, hol van? A kurva anyádat. Faszomat érdekli már tényleg. Hol van már a víz felszín? Meg fog fulladni. Csávókám ott úszik, vagy úszik, én úszok. Na, ha a lopakodás nem játszik, akkor maradunk. Aha. Miért is nem haltál bele egy lövésbe? Az a kurva helikopter. Kinyírom. Na. Hogy is volt ez az előbb?
Most már nem érdekel, berambózok. Lesz, ami lesz, leszarom. Nézd meg, megint rányomtam az újratöltésre, amikor bekapcsoltam az éjjel látót. Megyek itt óvatosan, meg lopakodok hangtompítóval a szart. Itt a papír, ami kell. Szórakozok én. Most komolyan. Ha ezt tudom, hogy így berambózva, így bekommandózva és leszarok mindent, eljutok ilyen könnyen ide, akkor rögtön az első megoldásnak ezt választottam volna. Ez megvan, most meg azt mondja, hogy tovább kell menni. Na, ide szépen eljövünk, közben lőnek ránk, mert miért ne? Itt van lőszer, bíztam benne, hogy van élet is, de az miért lenne? Valaki tudja, hogy itt vagyok, ott jön. Egy meghalt. Meghalt még egy. Hát nem tudom. Ez már a pálya vége. Tehát fogom és berássolok ide. Így ennyi. Vége a pályának. Szórakozok? Nem. Ezt anno úgy vittem végig, hogy szépen egyesével hangtompítóval kiszedtem mindenkit. És már amikor a dokumentumhoz odamentem, és Doynak elmondtam, hogy megvan minden, addigra már nem volt itt egy ember sem, mert hangtompítóval kinyírtam mindenkit. Csönd legyen, ez a már a következő videó lesz. Tehát addigra már elfogyott mindenki, szépen nyugodtan odamentem, megbeszéltük a dolgokat, majd vége a pályának. Nem, most az nem működött, most föl kellett kötnöm szépen a Rambó kendőt, ezt akkor bemenni a susnyásba, a dzsungelbe, egy életem, egy halálom alapon lesz, ami lesz. És sikerült. Na jó, van, srácok. Ez a rész ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszett, ahogy szopom a faszt. Hogyha igen, akkor csapassatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni sem, mert nem sokára jelentkezem a következő részre, de addig is sziasztok!